Ötletből termék, tudásból pénz, vállalkozó orvosok és orvosi vállalkozások, innováció az egészségért, avagy jelen időben a jövő gyógymódjairól. Sorozatunkban hazai orvosi innovációkat mutatunk be. Magyarországon évente mintegy 25 ezeren, vagyis óránként 3-an válnak áldozatává, a gyakran előjelek nélküli úgynevezett hirtelen szívhalálnak. Sportolókat és nem sportolókat egyaránt érint, sőt az utóbbiakat a mozgásszegény életmód miatt még inkább. Mégis nem egyszer egy-egy élsportoló tragikus edzés vagy éppen verseny közbeni halála irányítja rá a figyelmet az alattomosan legtöbbször előzetes tünetek nélkül jelentkező hirtelen szívhalára. Szűrni, megelőzni, kifürkészni a leselkedő veszélyt. Erre vállalkozott a Semmelweis Egyetem Szívcentruma, testnevelési és sporttudományi kara, összefogva egy orvosbiológiai eszközöket fejlesztő és gyártó magáncéggel. A számok azt mutatják, hogy a szélsportolók között a hirtelen szívhalál mint egy 5-ször gyakoribb, mint a normál ember között. Természetesen nagyobb figyelmet kap az élsportoló halála, de egyedül Magyarországon több tízezer ember veszti el életét hirtelen szívhalál következtében. Talán nem árt tisztázni, mi is ez a hirtelen szívhalál, olyan sokszor halljuk ezt a szót, vagy szókombinációt. Rendszerint vagy egy az élettel össze nem egyeztethető kamerai ritmuszavar, kamerafibrilláció az ok, vagy pedig szívizominfarktus. A legtöbb esetben a sportolói hirtelen szívhalálok oka nem derül ki, hiszen a beteget elveszítjük a sportpályán vagy edzés közben. A szív egy nagyon különleges szerv, egy olyan különleges izomcsomó, amely képes az összehúzódásra és elernyedésre, ezáltal ugye fenntartja a keringést, eljuttatja a vért a különböző szervekhez, de ehhez ő teljesen önműködően működik, méghozzá a jobb pitvarban elhelyezkedő úgynevezett szinusz csomó generálja a szívnek a frekvenciáját, ő a szív élettani pacemakere, és az tovább vezetődik megfelelő késleltetéssel a pitvarokról át a kamrákra, és ez harmonikusan, egy teljesen szabályozott, egymáshoz jól kapcsolt működést eredményez. Sajnos azonban elsősorban valamilyen strukturális szívizom károsodás esetén ebben valami zavar képződik, és például a kamrából egy nagyon gyors szívritmuszavar indul, ezt úgy hívjuk, hogy kamrai tahikardia, vagy kamrai fibrilláció, és emellett már a szív nem képes a vért a szervekhez, az agyhoz eljuttatni, ilyenkor szinte leáll a keringés. Ez nagyon gyorsan történik, perceken belül, és amennyiben a keringést nem állítjuk helyre, vagy mechanikusan, külső kompresszióval, újraélesztés keretében nem biztosítjuk az agynak a vérellátását, akkor gyakorlatilag 5-10 percen belül a szervezet halálához vezet. Mi úgy gondoljuk, hogy az ehhez vezető okok sokrétűek, genetikai hajlam, edzettségi állapot, fönálló betegség, esetleg valamilyen fájdalomcsillapító vagy izomlazító gyógyszer szedése, de táplálkozási szokások is apró, kis összetevői lehetnek a hirtelen szívhalálhoz vezető útnak. Az, hogy egyébként egy sportolót, különösen egy élsportolót folyamatosan nagyobb fizikai terhelés és a szívét is nagyobb igénybevétel érinti, ez nem befolyásolhatja ezt? Úgy gondolom, hogy igen, különösen az utóbbi években, amikor a sport megélhetési forrásá is vált, tehát az élsportolók általában 10-15 évvel többet töltenek el hatalmas fizikai terhelésnek kitéve magukat, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Akkor egy 25 éves sportoló már szeniornak számított, ma nem ritka, hogy valaki 30-35 évesen bizony olimpiai döntőt fut, evez, vagy éppen valamilyen csapatsportban vesz részt. Megváltozott a sportolói terhelés struktúrája olyan értelemben is, hogy a bajnokságok szinte már az egész éven át tartanak, fölkészülési, pihenő időszak gyakorlatilag nincsen,
gondoljon a fotballra, a kézilabdára, ahol heti két tétmeccset játszanak a játékosok, tehát ilyen szempontból is nagyobb veszélynek, nagyobb terhelésnek vannak kitéve. A Semmelweis Egyetem testnevelési karán új innovációs fejlesztésként valósult meg egy mobil EKG, amely a korábbiakhoz képest jobban prognosztizálhatja a hirtelen szívhalál kórképét. A kardiológiai központban pedig egy új csúcstechnikájú MR készülék hivatott segíteni a hirtelen szívhalál megelőzését. A világon a legkorszerűbbek közé tartozó készülék alkalmas arra, hogy megmutassa a szív izomzatának szerkezetét, jelezze a szív esetleges betegségeit, kimutassa a szívinfarktus, a szívizom gyulladásának jeleit. Ma már azt mondhatjuk, hogy az MR vizsgálattal a hirtelen szívhalál okainak 96%-át ki tudjuk mutatni, de még mindig marad egy 4%, amely sejtszintű és a sejt membránján, felszínén elhelyezkedő csatornáknak a károsodásról adódó hirtelen szívhalál, amire egyelőre még nem kapunk választ, de szerintem nem vagyunk attól messze, hogy ilyen mélységig információkat kapjunk. Úgyhogy amire ez jó többek között, hogy még a koszorú ereket is kontrasztanyag nélkül meg tudja mutatni, így kizárhatunk koszorúirbetegséget, vagy adott esetben nagy koszorú ereknek a arteriosklerotikus elváltozását pedig bizonyítani tudjuk. Az MR berendezés képes a mágneses rezonancia segítségével történő képalkotásra a szív- és érrendszer a mozgó szívizom állapotáról. Az MR vizsgáló révén nagyszámú strukturális adat birtokába jutnak az orvosok, mindez segít feltérképezni a betegség kialakulását. A legfontosabb az, hogy legyen egy olyan módszer a kezünkben, amely a hirtelen szívhalál előfordulásának valószínűségét valamilyen szinten meg tudja határozni. Ehhez adjon nekünk többletinformációt. Azt tudjuk, hogy a koszorúérbetegség önmagában egy magas rizikó, de szeretnénk azt tudni, hogy milyen egyéb MR-rel megfogható eltérés az, amely valószínűleg szerepet játszik. A mi vizsgálati csoportunk, ahol döntően klinikai kutatást is végzünk, az egyrészt a beteganyag, aki hozzánk kerül, másrészt pedig élvonalbeli sportolók. Mit lehet vizsgálni többek között? Lehet többek között vizsgálni azt, hogy a szívizomzatban van-e heg, amire egyébként más vizsgáló módszer nem alkalmas, csak a nagy mennyiségű heget tudja például egy szívultrahang kimutatni. Itt az egész kicsi eltérések nagyon jól detektálhatók. Mindamellett meg tudjuk határozni a balkamrának a vastagságát, sőt a balkamrának a tömegét is gramm mennyiségre. Kiszámítva az egész szívnek a tömegét, meg tudjuk határozni azt, hogy mekkora egy szív akció során kilökött vérmennyiségnek az összege, mekkora az a térfogat, amely mondjuk a balkamra önmagába befogadni képes, és ezek mind olyan faktorok, véleményünk szerint, amelyek valamilyen konstellációban kapcsolatba hozhatók a hirtelen szívhalállal. Nagy valószínűséggel igaz, és erre már néhány adat van, hogy az izom tömeg növekedésével természetesen egy ponton túl meredekebben emelkedve növekszik a hirtelen szívhalálnak a valószínűsége, és az is igaz, hogy a hegeknek a jelentősége, annak bizonyos speciális lokalizációja és mennyisége ugyancsak prediktív előrejelző ebben a vonatkozásban. A költsége kontrasztanyag nélkül is kb. 40 ezer forint, és kontrasztanyaggal pedig 60-70 ezer forint. Egyszerűen a költséghatékonyság szempontjából az első szűrő vizsgálat a betegek esetében a non-invazív, olcsóbb szívultrahang vizsgálat, és a második menetben jelentkezik a képalkotásnak ez a csúcsa, az igazán standard, szinte mérnöki pontossággal dolgozó MRI. A hirtelen szívhalál vizsgálata nem marad meg pusztán a kardiológiai központ falain belül. A Semmelweis HEAT projekt révén nagy létszámú nemzetközi kutatócsoport jött létre a szív elégtelenség okainak átfogó feltárására. Mi ezt a Semmelweis Egyetemünkről, mivel ez egy nagy interaktív és nagy
internacionális együttműködést, egyfajta hálózatot képező együttműködést hozott létre a Semmelweis Egyetem a szívelégtelenség, valamint a hirtelen szívhalál vizsgálatához, és ezt hívjuk mi Semmelweis hídnak. A híddal ugye nem csak azt próbáljuk kifejezni, hogy a szinte sejt szintű eltérésektől egészen a klinikai kérdésekig kívánunk választ adni a szívizomzat átépülésére, annak mechanizmusára, hanem a híd egyben azt az együttműködést is mutatja, amely a budapesti Semmelweis Egyetem kutatói, kutatóorvosai, valamint nagy egyetemek, mint például a Harvard, a Heidelbergi, a londoni, az ólui egyetemmel való együttműködést. A HEAD program kapcsán egyébként egy másik mottót is olvastam én a sajtóban, jelesül azt, hogy az a cél, hogy hidat építsenek az alapkutatás és a klinikai kardiológia, vagy hát ha úgy tetszik, akkor a betegágy között. Mit jelenthet ez a mindennapi gyakorlatokban, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy a jövő gyakorlatában, vagy a közeljövő gyakorlatában mit jelenthet ez? Én azt hiszem azt, hogy a milliméteres pontosságú felbontáson túlmegyünk ma az MR-rel. Tehát a sejt és a sejten belüli molekuláris szinttől, azoknak eltérésétől jussunk el a klinikumig, azaz például tudok mutatni olyan beteget, akinek szinte egészséges struktúrájú szíve van, és mégis hetente, három naponta van egy életveszélyes szívritmuszavara, és ennek az okát keressük. És hogyha megtaláljuk, akkor gondoljuk el, hogy egy szűrővizsgálat során a csatorna, membránban elhelyezkedő csatornák eltérésére is következtetni tudunk. Egészen apró, kicsi eltérés, igen komoly, életet veszélyeztető következményekkel. Akkor mondhatjuk azt, hogy Magyarországon évente nagyjából 25 ezer ember válik áldozatává a hirtelen szívhalálnak. Elképzelhető, hogy akkor ez a szám majd csökkenthető. Igen, nyilvánvaló ennek az a feltétele, hogy nagyon sok klinikai információt gyűjtsünk. A szívkoszorúért megbetegedés elleni harc az már megkezdődött, ott a nem invazív és invazív kardiológia már igen fontos eredményeket ért el, és hozzá fog csatlakozni a szívizomzatban keletkező elváltozásokat mutató és igazoló szívemer, és így az invazív és non-invazív diagnosztikai módszerek igen komoly lehetőséget nyújtanak számunkra már ma is, de valószínűleg a jövőbennél még többet is. Egy fiatal hölgybetegről van szó, aki 6 hónappal a szülést követően életet veszélyeztető ritmuszavarok miatt többször eszméletét vesztette és került be. Az ő problémája az, hogy igazából egészséges a szíve, és az egészséges szív mellett vannak életet veszélyeztető ritmuszavarok. Ma már tudjuk, hogy egy ritka kórképpel állunk szemben, ami jól kezelhető, gyógyszeres és eszközös módszerrel. Tegnap előtt megtörtént egy speciális pacemaker beültetés, amelyel egy ilyen programozón keresztül időnként speciális programokat tudunk küldeni, és a beteg történetét le tudjuk kérdezni. Azon az ábrán éppen jól látható az éjszaka jelentkező életveszélyes szívritmuszavar, kamrafibrilláció, amelyet a készülék jól látott, és aztán megszüntetett. A készülék az képes a memóriájában tárolni a szívritmuszavarokat, és ezt követően egy ilyen kvázi célszámítógéppel telemetriás úton kapcsolatot tudunk létrehozni, és a memóriában tárolt ritmuszavarat pedig megjeleníteni képernyőn adott esetben ki tudjuk nyomtatni. Az elmúlt 50 év a kardiológia robbanásszerű fejlődését hozta, melynek hátterében egyfelől a kardiológiai alaptudományok mélyebb ismerete, másrészt a diagnosztikus és terápiás eszközök fejlődése áll. A klinikai kardiológiai gyakorlatban továbbra is megkerülhetetlenek az invazív vizsgálatok, így a koszorúérbetegségeknél a szívkatéter vizsgálat. Ám a közeli jövőben akár itt is szerepe lehet az MR-nek. A szívkatétert a csuklónak a verőerén keresztül vezetjük be és juttatjuk el egészen a szívkoszorúereknek a beszájadzásáig. Onnan kontraszttal festjük meg ebben az esetben a jobb koszorúeret. A betegnek infarktus előtti úgynevezett instabil angínás panaszai vannak.
hogy ebből lehet aztán a teljes elzáródás és a valóban nagy klinikummal, nagy tünetekkel járó akutinfarktus. Beszéltünk röviden arról, hogy a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka az a koszorúérbetegség. A koszorúérbetegség, amely ilyen súlyos szűkületekhez, vagy adott esetben teljes elzáródáshoz vezet. Az invazív kardiológia az nem csak egy diagnosztikát prezentál, hanem megadja a lehetőséget arra, hogy ezen a súlyos szűkületen valamit javítsunk. Egy vékony dróttal átvezetünk ezen a szűkületen, majd bevezetünk egy fémhálót, lejuttatjuk abba a szakaszba, ahol ezt a fémhálót egy balonnal fölkívánjuk fújni, következő ábrán pedig már azt látjuk, hogy belehelyeztük a stentet, és a stent kellő mértékben kisánfázza az eret. Ezt hívjuk úgynevezett katéteres koszorúér tágításnak és stent beültetésnek. Milyen változásokat hozhat az MRI készülék mindebben? Ugye az MRI az egy nem invazív képalkotó módszer, amivel lehetőségünk van a koszorúereket megjeleníteni. De az MR vizsgálat mellett jelenleg még beavatkozást nem tudunk elvégezni. A jövőben várható, relatíve rövid időn belül, szerintem akár 5 éven belül, az, hogy egy ilyen röntgen átvilágító és röntgen felvevő készülék helyett egy MR készüléket találunk ebben a laborban, és ebben az esetben a beavatkozást is ennek a segítségével végezzük el, és ebben az esetben a személyzet, de maga a beteg sem kap röntgensugár. Az MR vizsgálat fontos kiegészítője lehet az a berendezés, amely képes megrajzolni a szív elektromos térképét. Az MR és az elektrofiziológiai vizsgálati eredmény összeadódik, az orvos pedig közelebb jut a ritmuszavar a szívműködésbeli rendellenesség okainak felderítéséhez. Ennek az eszköznek nagyon nagy jelentősége van, hogy a szív erről készített EKG felvétel az 12 csatornát tud. Egy másik rendszernél tudunk 64 csatornát. Ez azt jelenti, hogy a szív 64 pontjáról egy adott időpontban elektromos jelet elvezetni. Ezt a térképet több ezer pont együttesen rakja össze. Ha most mutatunk egy másik ábrát, hogy mi köze van ennek az elektromos térképnek, mondjuk az MR-hez. Az MR vizsgálat az egy tényleges anatómiai viszonyokat tud számunkra mutatni, az elektromos térkép az pedig ezen anatómiai struktúrában elhelyezkedő elektromos tevékenységet. Tehát mit kell csinálni? Azt kell csinálni, hogy előzetesen a betegről elkészül egy szép MR vizsgálat, majd ezt követően az elektrofiziológiai vizsgálat alatt összehozzuk a két képet, azaz integráljuk. És akkor a két eredmény összeadódik. A két eredmény összeadódik, természetesen informatikai úton, és ezt követően az MR vizsgálattal leképzett szívüregekben ezt az elektromos térképet kvázi kiterítjük. Minden egyes diagnosztikus módszernek az a célja, hogy az okot megtaláljuk, és az ok felderítését követően egy igen világos megoldással szolgáljunk, azaz adott esetben képesek legyünk arra, hogy a ritmuszavart létrehozó struktúrát teljes mértékben körbekerítsük, megszüntessük, kvázi likvidáljuk. Tehát a cél a gyógyulás. És a már emlegetett híd egy másik pillére, egy mobil, egyszerű, ám mégis nagy tudású EKG berendezés fejlesztése. A munka 5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor regionális egyetemi tudásközpontok alakultak, és a Semmelweis Egyetem is gesztove lett a Szent Ágata János Tudásközpontnak. Az ott dolgozó egyik munkacsoport, aminek mi is tagjai vagyunk, kezdte el vizsgálni a kérdést. Próbáltunk jól fókuszáltan nekilátni a munkának. Mi EKG eltéréseket vizsgálunk, és próbáltunk egy olyan könnyű, olcsó gépet előállítani, amely olyan tudásszinten képes az EKG-t analizálni, mint a több tízezer eurós gépek. Ez volt az innovációs munkának a kezdete.
Az orvosok egyetemi szakemberek terve viszonylag gyorsan találkozott a vállalkozói szféra elképzeléseivel. Új színfolt volt az egyetem történetében az, hogy az innovációs törvény lehetővé tette a vállalkozást és az egyetemen lévő szellemi kapacitás üzletszerű hasznosulását. Mi két kisvállalattal szövetkeztünk, tapasztalataink nagyon jók, hiszen a kisvállalatok rendkívül dinamikusan tudnak reagálni a fejlesztés közben fölmerülő igényekre. Itt konkrétan szoftverfejlesztés, hardverfejlesztés történt, és azt kell mondjam, hogy mindkét oldal komolyan profitált ebből az együttműködésből. Ez sokkal több, mint egy EKG. Tulajdonképpen a hirtelen szívhalál problémakörében a legfontosabb a megfelelő analízis funkcióknak a használata. Tehát az, hogy megmérünk egy EKG-t, az még az egyik probléma, de tulajdonképpen utána ezt az EKG görbét, illetve az ezt tartozó vérnyomás jeleket mérni, és ezekből megfelelő következtetéseket levonni, ez a készülék lényege. Tehát tulajdonképpen a készülék lelke az a szoftver, ami a megfelelő frekvencia, szívfrekvencia módozató méréseket végrehajtja, illetve analizálja, és a szakembereknek ebből mindenféle adatokat ad, amiből következtetéseket tudnak levonni. Nagyon bízom benne, hogy a sportorvosi rendelők tudnak majd felszerelkezni ezzel a készülékkel. Hordozhatósága, a mérete, az ára is olyan fekvésű lesz, hogy ez nem álom, úgy gondolom, de körzeti orvosi rendelőkben is ugyanúgy használható lesz. A speciális EKG berendezés a fejlesztők reményei szerint nem csak a házi orvosi vagy sportorvosi rendelőkben juthat szerephez, de akár fitness termekben is. Felhasználóink, vagyis a fitness termem használói saját magukra ezt a EKG-s berendezést fölcsatolják, és mindenki saját magát tudja monitorozni. Tehát, hogyha kap előtte a személy edzőjétől egy információt, hogy mik azok a határok, amelyiket figyelnie kell, akkor ezt tudja nyomon követni. Ez a műszer akár jelt is adhat a felhasználó számára, hogy most ideje abba hagyni a sporttevékenységet. Így van, sőt azon dolgozunk, ez egy következő lépés, hogy beépítsünk olyan kommunikációs visszajelzéseket a gépeinkbe, hogyha a gép érzékeli, hogy az új embernek vagy a hölgynek, aki használja, valami gond van a teljesítményével, a szívével, túlterhelés lépve vagy bármi, akkor automatikusan elkezdi csökkenteni a terhelést a gépnek, és figyelmezteti, hogy nem ártana, hogyha esetleg konzultálna a személy edzőjével vagy egy orvossal. Sokan látjuk nem csak az élsportban, hanem a szabadidősportban is, hogy 40 évesen, 35 évesen kezd el valaki maratonnal készülni, hirtelen fitnessterembe járni. Bizony ezekre az emberekre is vigyázni kell, föl kéne őket mérni. Vajon nem nagyobb kockázattal lépnek ebbe a sporttevékenységbe, ami azt az üzenetet hordozza, hogy talán lassabban kéne előállodniuk. Tehát akkor inkább kevesebb maraton és több napi rendszerességgel elvégzett kisebb léptékű futás. Igen, tehát a maraton felé vezető út is legyen hosszú, legyen egy éves, de valahol az alapgondolat az kéne legyen, hogy ha már egyszer mozgás mellett dönt valaki, akkor rendszeresen tegye. Heti 2-3 alkalom már számottevő javulást hozhat minden tekintetben. A Semmelweis Egyetem testnevelési karának felmérése szerint a mai tizenévesek motoros képességeiket tekintve legalább 6-8 évvel le vannak maradva a 20 évvel ezelőtti ifjúsághoz képest. Vagyis egy mai 18 éves standard sportteljesítményben annyit tud, mint régen egy 10-12 éves. Márpedig ebből a helyzetből indulni az életbe jelentős handicap. Nem véletlen hát, hogy a mai magyar lakosság születéskor várható élettartama nagyjából 10 évvel marad el az európai átlagtól. Az üzenet tehát egyértelmű, mozogni, mozogni.